Hagyta a letöltés. Elfogadjuk, persze, megállás nélkül hazudunk. Nem kell elolvasni semmit, persze, egyből letöltünk. Na, hellóztok, én a hatlábú farkas vagyok, és amit éppen láttok, az a Linux Mintnek a... Mennyinen? Pont a lényeget akarod el. A Linux Mintnek a 17-es verzió száma, az a Kvajana, vagy hogy a telibe csúsztatott neve van ennek, nem tudom, mindegy. Éppen letöltjük ehhez a rendszerhez való 64-es Linuxot, ugye a Teamspeak-től, tehát nem kamu weblapról töltünk, hanem a Teamspeak.com weblapról, és amikor már le van töltve ez a dolog, akkor előveszik a Delfinkét. Igen, ezt így hívják, hogy Delfinke. Kicsit kinagyítjuk, mert nagyon minimális a mérete, ez így nem helyes. Úgyhogy a letöltésekből, itt van ugye a mi kis TS-run nevezetű fájlunk, áttesszük ide az asztalba, Ctrl-C, Ctrl-V, ugye szépen át is nevezzük, TS3.run lesz belőle. Na, a Linux Mintnek van egy nagyon-nagyon jó trükkje, amit az Ubuntu-tól eltérően lehet így használni, azt átteszem ide, hogy jobban lássatok. De nyomok egy jobb gombot, rendszergazdai műveletek, és innen indítom a konzolt, vagy? Tehát nem kell idáig elbénázni, beírom azt a rendkívül bonyolult jelszót, és tará, egyből úgy van, hogy asztalon vagyok belül. Már csak azt kell beírni, hogy shtsh3.run. Kész. Na, egyből elindult a telepítő, látjuk, hogy Linuxos, AMD64 telepítő a TS3-nak. Szépen olvassunk el mindent, ami tényleg szükséges. Enter. Persze nem kell mindent végigolvasni, Q betűvel kilépünk, ennyi. Biztos, hogy telepíteni akarom? Igen. Lenyomjuk egy Y-t, kész. TS föl van telepítve. Ennyi a telepítési útmutató. Az elindítás ugyanúgy szivatós, mert a Teamspeak-es rácok, hát egy kicsit, hogy is fogalmazok, kicsit felületesen kezelték ezt a dolgot. Jó, nagyok az ikonok, remélem tisztán láttok mindent. Itt ugyanúgy megvan maga a kliens futtatható programja. TS3 kliens, alulvonás, Linux, alulvonás, AMD64. Entert hiába ütöd, rohadtul nem fog elindulni, sőt, még duplán nem fog elindulni, mert jobb gombot nyomszál, nincs is rá olyan, hogy indítás, futtatás. Nincs. Az update-nél természetesen kicsit lejjebb itt, ezt látjátok. Ennél ugyanaz a helyzet. Azonban itt van egy kicsi segítség, mert eleve tele van scriptelve az egész. A TS3 kliens runscript.sh nevezetű scriptre ütünk egy entert. És kész. Már fut is a Teamspeak. Tehát itt van. Fut, ennyi. Összes permissionnel, beállításokkal, hát amivel csak kell fusson a TS. Úgyhogy remélem segítettem. Abban az esetben, hogyha ezzel az Enter leütésével nektek nem indulna el, akkor ugyanazt meg tudjátok csinálni. Jobb gomb, rendszergazdai műveletek, konzol indítása innen, beírod a gyönyörű jelszavadat, és akkor egyből ott vagy benne abban a rendkívül bonyolult nevű könyvtárban, neked nem kell még egyszer beírnod, és beírod azt, hogy SH, TS, script, kliens.sh, Enter, és akkor fut. Jó, persze nem fogom elhülyeskedni, szépen meg is mutatom, hogy ez hogyan működik. Hülye leszek ezt nem átnevezni, nem? Nem engeded átnevezni? Te most komolyan? Na, akkor próbáljuk ezt máshogy, jó? Tulajdonságok, és akkor az legyen a neved, hogy TS3.sh. Ezt rohadtul nem engedi átnevezni. Na mindegy, hát így is működik, meg így is működik. Na, akkor innen, rendszergazdai műveletek, konzol indítása innen, és innen szépen be fogjuk írni azt, hogy SH, szünet, TS3, client, alulvonás, run, script, .sh. Így fut. Ugyanúgy, mint az Ubuntu-ba. Tehát itt, ebben az esetben látjátok magát a scriptet is. Jó? Ugyanúgy fut, welcome to Teamspeak, igen, köszönjük szépen, nem szükséges ez a varázsló. És akkor így ennyi. Jó? Remélem segítettem. Minden jót, sziasztok!